Azonosító SCP 4542. Besorolási osztály Keter. Speciális tárolási körülmények. Az SCP 4542 egyedeket a 7-es számú rovar tároló kamerában tárolják a 71-es számú telephelyen a parazológiai közösség gondozásában. A populáció 90%-ának havi rendszerességgel történő elpusztítása engedélyezett a tárolási feltételek megkönnyítése céljából. Az MTF Viktor 17-es munkacsoport, másnéven természetjáró srácok feladata, hogy kivizsgálják a feltételezhetően SCP 4542-re utaló nyomokat, és megsemmisítsék a felfedezett példányokat specifikus bendiokarp származék koncentrátumának direkt alkalmazásával. A kezelhetetlen méretűre nőtt fertőzések esetében vegyszeres repülőgépes permetezés szükséges. Leírás. SCP-4542 egy ember által létrehozott abnormális rovarfaj, amely rendszertanilag a kélifera alasztályhoz tartozik, azonban az üregi nyúl, latinul oryctolagus cuniculus kulcsgénkészletét is hordozza. SCP-4542 képes akár 20 g növényzet elfogyasztására naponta, annak ellenére, hogy saját tömege mindössze 3 g. Ez a testtömeg per elfogyasztott tömeg arány biológiai lehetetlen a kélifera alasztályhoz tartozó fajok számára. A vizsgálatok eredményei nem bizonyultak meggyőzőnek a testtömeg és a bevitt tömeg inkonszisztenciáját illetően. Az SCP-4542 peték 24 óra alatt megérnek, a reprodukciós a 300-szoros a kélifera alasztály másfajainak szaporodási sebességéhez viszonyítva. Ez a reprodukciós ciklus minden 8. napot követően újra kezdődik. Az SCP-4542 egyedek átlagos életkora 10 év. A legidősebb élő egyed 13 évet élt meg, mielőtt természetes úton elpusztult volna. SCP-4542 élettartama nagymértékben korrelál az üregi nyúl élettartamával. Az elméletek szerint ez a nyúl DNS jelenlétével magyarázható. Felfedezése SCP 4542-t 1995. június 2-án fedezték fel, mikor olyan hírek láttak napvilágot, hogy a Kentucky államban található Richmond várost környező növényzetet felfalta egy ismeretlen rovarfaj. Miután az alapítvány ügynökei megoldották a kialakult helyzetet, a lakosságot amnestikumokkal kezelték. Az alapítványi ügynökök felfedezték az SCP 4542 raj eredetét egy leégett Richmondi ház romai között Kentakiban. A feljegyzésekből kiderült, hogy a ház egy bizonyos Craig Larson, egy amatőr entomológus tulajdona volt. A későbbi kutatások egy Mr. Larson nevén lévő bérelt ingatlanhoz vezettek, amelyben SCP-4542 rovarokat tárolt. Melléklet. Helyreállított információk. A következő információkat Mr. Craig Larson tulajdonában lévő laptopról sikerült helyreállítani. 1995. március 3 -a. Bella már átjött. Megmutattam neki az új szöcskét, amit a gyűjteményemhez adtam, de láthatóan ijesztő szemei vannak. Szóval ez megint csak tíz bogár, amit még mindig nem szeret. Persze az édesanyja főszakácsként dolgozik, ez menő. Az öreg apja pedig csak a számítógépen dolgozik, és a koszos bogaraival játszik. Március 20-a. Még mindig azt gondolja, hogy a hobbim furi. A vállás óta alig szól hozzám. Csak vissza akarom kapni a kislányomat. Régen olyan közel álltunk egymáshoz. Ki kell találnom valamit. Bella barátja nemrég kapott egy nyuszit. Szerinte azok tök aranyosak. Március 27-e Ma őrült ötletem támadt. Egy szöcske hibrid. Ez egyben aranyos és a rovar. Bella imádná. De ez nyilván nevetséges. Ha meghallják ezt az ötletet a srácok a rovarszaküzletben legalább nevetnek egy jót. Március 28-a amikor felhoztam az ötletet a srácoknak, a nyuszöcskéről, John megemlítette, hogy ismer valakit, aki rendszeresen foglalkozik hasonló projektekkel. Megadta a telefonszámát. Szerintem nem lehet baj belőle, ha kipróbálom. Sőt, meg kell próbálnom. Belláért. Április másodika. Beszéltem a fickóval telefonon. Nem értettem pontosan, miről beszél, de azt mondta, elküldi nekem, amire szükségem van. Még az ára is elég jó volt, nem értettem a mögötte lévő tudományt, de azt mondta, nem is fontos. Az instrukciók a dobozban vannak. Remélem működni fog. Bella azt mondta, nincs kedve átjönni a hétvégén. Minden barátunk az anyja mellé állt, és most Bella is. Nem tudom, mennyi ideig tudom ezt elviselni. Április 7-e. Végre megérkezett a csomag. Amekkora örültség ez az, az egész, már kezdtem azt hinni, hogy meg sem jön. A leírás egyszerűnek tűnik. Szereztem egy nyulat, és minden más, amire szükség lehet, már itt van. Azt mondtam Bellának, hogy titkos kísérleten dolgozom, csak az ő kedvéért. Nagyon lelkesnek tűnt, el sem tudom mondani. Csak remélem, hogy minden jól sül el. Április 9-e. Minden készen áll, elég könnyű volt. Túl könnyű. Annyira, hogy elkezdtem kételkedni. A leírás szerint egy hét kell hozzá, szóval meglátjuk. Nem szeretnék Bellának csalódást okozni. Tudom, hogy szerinte a vállás az én hibám volt. Nem bánthatom meg újra. Április 16-a Működött! Ellenőriztem a gépet tegnap, és két kicsi lény volt benne. Gyorsabban növekednek, mint gondoltam. Ez egyértelmű siker. Rengeteget esznek, de tökéletesen egészségesnek tűnnek. Egyelőre titokban kell tartanom, de azt hiszem, sinem vagyok. Bella jövő héten jön. Tényleg remélem, hogy tetszeni fognak neki. Április 22 -e. Sikerült. Bella átölt, és azt hiszem kifejezetten tetszett neki az ajándéka. El se hiszem, hogy működött. Bella azt mondta, hogy jövő héten vissza akar jönni. El se hiszem, hogy megcsináltam. Április 28-a. A, a nyuszöcskék petéket raktak. Vagy néhány ezer pete van a terráriumba. Alig várom, hogy megmutassam Bellának. Ha minden jól megy, a következő héten adok neki egyet a szülinapjára. Azt fogja gondolni, hogy én vagyok a legmenőbb apuka. Április 29. Már is kikeltek. Mikor ma reggel Bellával hazértünk, a terrárium tele volt velük. Nem értem, hogy nőhetnek ilyen gyorsan. Bella izgatott volt, hogy látta őket, de én kicsit aggódtam. Nem tudom, hogy fogom őket etetni, vagy titokban tartani. El kell költöztetnem őket a raktáramba, hogy senki nem találja meg őket. Nem tudom, hogy, de ezt meg kell oldanom. Ba meg, ba Bassza meg, baszki! Nem fogom fel, hogy lehetek ilyen hülye. Elejtettem a nyuszecskék dobozát, amikor vittem őket a tárolóba. A fele elröpült, bárhol lehetnek. Meg kell őket találnom. A többiek már is petéket raknak. Augusztus 5 -e. Nem hiszem el, hogy ez történik. Mindenhol ott vannak. Két rajt láttam az autópályáról. Mögöttük kopár pusztaság. Mit tettem? Bella nyuszei felül érdeklődik. Nem tudom, mit mondjak neki utálni fog. Szeptember 5-e. A híradóban azt mondták, hogy már a féltelepülést felfalták. Nekem végem. Nem maradhatok itt tovább. Felgyújtom a házat, azt fogják hinni, hogy meghaltam. Magammal viszem Bellát, és elszakünk innen. Katonák kezdtek feltűnni a városban, valószínűleg jobb, ha elhagyom az államot. A háznak annyi, az életemnek vége. Nem hagyhatom, hogy a hülye önző énem tönkretegye Bella életét is. Itt hagyom ezeket a feljegyzéseket a raktárban. Ha megtalálod, kérlek, mondd el a lányomnak, Bellának, hogy nagyon szeretem, és hogy nagyon sajnálom. Mr. Larson raktárának ellenőrzése során 80 ezer egyedet találtak. 50-et elfogtak, a többit elpusztították. Minden kísérlet Mr. Larson előállítására sikertelen volt. A nyomozás a Mr. Larson által használt technológia eredete után jelenleg is zajlik.